Először is az, ami a hátam mögött van, az tudja valaki, hogy ez micsoda? Az Árpád emlékmű vagy. Igen, és ezt a milléniumra építették föl, és készítették el. Mi az a millénium? Tudja valaki? Ezer éves évforduló. Így van, tehát a magyarok bejövetelének ezer éves évfordulójára, és azért éppen itt, mert ez volt olyan hely, majd hogyha ott fölmegyünk és lenézünk a monostorra, ezt mindjárt megtesszük, akkor látni fogjátok, hogy itt volt az a dolog, ide figyelsz rám, ugye? Amikor szerét ejtették a magyarok az ország dolgainak, tehát olyan ügyeket intéztek ki, hol telepedjen. Kik is jöttek ide? A magyarok. Hét magyar törzs. Hét magyar törzs, és pedig melyik ez a hét magyar törzs? Tarjájáni kérkeszi. Tehát úgy kezdődik, hogy Nyék Megyer, Kürgyarma, Tarján, Jenő, Kér és Keszi. Ez nem ugyanaz, mint az Álmos elődondkor? Nem. Mert azok kicsodák? Vezérek. Így van, azok a vezérek. Ugye vannak itt az Anzsuk, mint Nagyújtás, Zsigmond, Kettenburgi családból, és utána Hunyadi János és Mátyás, és erre pedig ezek gazdasági épületek, ugyanis a monostor mellett mindig valamiféle gazdálkodás is folyt, tehát az itt élő egyházi személyeknek valamiből el kellett tartani magukat. Tehát ez volt az alapja, amihez aztán az egész hát épület komplexum hozzá épült. Szerintem külön kell ide. Szerintem itt miért nem lehet szállni? De, amikor én voltam két év, ilyen csak szimulátor miatt. Akkor mondja csak meg valaki közletek, hogy hogy tiszták a anonimus? Hogy tiszták a anonimus? Pontosan nem tudni, nem tudjátok? Nem. Hát ezen gondolkodhat. Általában úgy szokták ábrázolni, hogy ilyen papi csuhában a fejére borított csuhjával. Ki tudja, hogy hol van neki még szobra, ami nagyon közismert? Igen? Budapesten. Igen? A Hunyadi vár. Hát Hunyadi vár ilyen nincs. Olyan van, hogy Vajda Hunyadvárnál. Igen, igen. Azt az anonimus szobrot kilátta a Julin kívül. Én. Van egy képen ülök az elébe. Nagyon jó, és nem tudtam, hogy hol van. Van, jó. Thank you.
Jószágokat tartottak egyrészt, másrészt olyan dolgokat termesztettek a kertben, amit nem kellett volna, hogy a jószágok lelegeljenek vagy tönkretegyenek. Itt bemegyünk, szétnézünk, tehát magát a tanyaépületét látjuk, meg gazdasági épületeket is. A helyiségeknek különböző a funkciója, hogyha bejöttök, és mivel elég sokan vagytok, ha bejöttök, akkor majd meg fogjátok látni, tehát a tiszta szoba, vagy amit csak leginkább alvásra használtak, a középső rész itt a pitvar, ahova belépünk, ez a konyha, a hátsó szoba vagy a komra, az pedig, hát előfordult, hogy az idősebb családtagok laktak ott, van, amikor két család is, tehát három generáció is együtt él. És itt a sarokban bent a bubos kemence. A tiszta szoba, vagy az első szoba, vagy a ház, mert így nevezték, hogy a ház, ez a pitvar. Tehát tulajdonképpen ez előszoba és konyha, és pedig szabadkéményes, és a hátsó szoba, ahol általában az idős generáció aludt. Az összes taneszköz és az összes tanóra itt zajlott ebben a teremben. Láthatjátok, hogy ilyen belső fagerendás és deszka burkolatú a mennyezet. Látni lehet itt a számológépeket, a korabeli fatáblát. Azután van a falon, mi az? Egy magyar cím. Hát van a magyar címer is, és a himnusznak a szövege is a kottájának az eleje. Böltusz reszel! Lézi fogja! Fogja be a kapatban! Ajj, rabja az egy ilyen! Most mit tartom be nagyon? Anna a vizet! Ivi, pinko! És akkor nézd már, hogy gomba! Igen, a padlózat, a berendezés, a világítás. Csak az út vezeti azért, hogy megsírva a bajat, de ez, hogy bekutkáltunk a fejünket, bedugtuk, hogy mi fogjuk itt le. Béna! Nem biztos. Béna! Én voltam, hogy nem biztos van. Így van, tehát ez egy makói, hát nem mondom, hogy hagymaház, de hagyma termelőknek a háza. Figyeljétek meg, hogy néz ki belülről, és hasonlítsátok a parasztházakból. Hát először megint csak az 4-5-6-nak a fele, de nem fértek be többen, bocsánat. Tehát, hogyha megnézitek itt a belépő, ez a konyha, azért ez már sokkal tisztább helyiség. Az első, az már ilyen polgáriasodó, padlóval burkolt szoba. Hát szerintem inkább a női, az meg a férfi. Nem, ez a férfi az női. Itt pedig van egy koszorúti. Nem nagy darabot. Szerintem fel kell menni oda a koronás. Nem, egyébként ez szörnyű.
csapolva készítették ezeket a... Akkor figyeljetek csak rám egy picikét, ha esetleg érdekel benneteket, hogy most hol is vagyunk. Ezt úgy nevezik, hogy az aradi vértanúk tere, mondom, az aradi vértanúk tere, és ott látok egy szobrot, amelyik második Rákóczi Ferencet ábrázolja. Ott az a bárány, ez az első. Most itt majd